egyszerűen berontott az áldozatházába a dühös támadó. A férfi egy nő ismerősével ült az egyik szobában, amikor hirtelen minden előjel nélkül rájuk támadt. Azt kiabálta, egy korábbi sérelme miatt akar revansot venni. Először a haragosát ütötte legalább 4-szer arcon, aminek hatására az áldozat koponya csontja 10 helyen eltörött, így életveszélyes állapotba került. Ezt követően a barátnőt kezdte ütni, vágni. Az asszony bordái eltörtek, miután még a földön is megrúgta őt. A brutális támadás ügyében most született ítélet. Mivel az indulatait kezelni képtelen férfit az élettársa is elkísérte a bántalmazás helyszínére, mindkettejüket elítélte a bíró. Szexhári törvényszék a vádlottat, mint különös visszaesőt, 9 év börtönbe végrehajtandó szabadságvesztésre és 9 év közügyektől eltiltásra ítélte, életveszélyt okozó testi sértés büntetének kísérlete és súlyos testi sértés büntette miatt. A most 9 év börtönre ítélt vádlott esetében rengeteg súlyosító tényező volt, mások mellett, hogy korábban már elkövetett hasonló bűncselekményt. A törvényszék súlyosító körülményként értékelte a vádlott többszörösebb büntetett előéletét, ittas állapotát, az elkövetésnek a kitartó, elhúzódó módját, jellegét, azt a tényt, hogy a sértettet saját házában bántalmazta, továbbá azt, hogy férfi létére egy nőt bántalmazott. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert az ügyész 3 nap gondolkodási időt kért, a vádlottak pedig felmentésért fellebbeztek.